A Makói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola vonós kamara csoportjának előadása nyitotta az idei múzeumpedagógiai évet pénteken a József Attila Városi Múzeumban. Hazánkban 2006 óta hagyomány, hogy minden évben múzeumpedagógiai évnyitót is tartanak, melyhez a Makói Intézmény 3 éve csatlakozott. A szokásokhoz híven a pedagógusokat várják erre az eseményre, de idén az Óvónők Éjszakája program is ehhez a rendezvényhez kapcsolódott. Nem csak a pedagógusokat, nem csak a tanítókat, tanárokat hívtuk meg, hanem meghívtuk az óvodapedagógusokat is egy óvónők éjszakájára. Igazából eddig főleg múzeumpedagógiai foglalkozásra általános iskolás gyerekek, illetve középiskolás gyerekek járnak hozzánk. Szeretnénk, hogyha minél kisebb gyerekek jönnének be hozzánk, minél kisebb korban, fiatalabb korban szoknának ide a múzeumba, szeretnék meg, hogy itt ez milyen érdekes hely, érdekes embereket, érdekes tárgyakat tudnának megismerni. Az évnyitón a múzeumi tanítással, programokkal kapcsolatos előadásokat hallhattak az érdeklődők. Gyakorlatokat mutattak be azzal kapcsolatban, hogy hogyan tudják előnyösen kihasználni az oktatásban a múzeumokat egy-egy óra vagy kirándulás formájában. Erről a Múzeumi Oktatási és Képzési Központ Csongrád megyei koordinátora beszélt. Azzal fogok szerepelni, hogy a MOK-nak van egy honlapja, ahol az ország szinte valamennyi múzeuma szerepel, hogy milyen kiállítások vannak, milyen foglalkozások az adott kiállításokhoz. Tehát például, hogyha egy pedagógus szervez egy kirándulást az osztályának Esztergomba, akkor fölmegy a honlapunkra, és ott meg tudja nézni, hogy milyen kiállítások vannak, milyen gyerekfoglalkozásokat lehet ott kapni. Az óvónők továbbá a Makói Intézmény megújuló múzeumpedagógiai programjáról és a bábozás szerepéről is hallhattak érdekességeket.